Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Katona József Ámos vagyok, a Magyarság Intézet nyelvtervezési kutatóközpontjának igazgatója, és a mai napon egy rövid kis szótári beszélgetést fogunk folytatni pár kötetről, és itt van velem Őri Vilma, aki a Magyarság Kutató Intézetnek tudományos tanácsadója, emellett nyelvész, nyugalmazott tanszékvezető, és hát nem mellesleg szótáríró, író, is. A nevéhez fűződik többek között az értelmező szótár Plus kötet, amelyet láthatnak is az asztalunkon. Ebben volt főszerkesztő, de 2018-ban a magyar nyelv szótárának pótkötetét is ő koordinálta, ő szerkesztette. És hát akkor meg is kérdezném tanárnőt, hogy mit érdemes tudni a magyar nyelv szótáráról és erről a pótkötetről, amelyik a Toldalék címet kapta. A magyar nyelv a Nálunk készült legnagyobb szótár volt a saját idejében. A készülési ideje 1845-től 61-ig. Tehát tulajdonképpen a 19. század közepén a romantika, a reformkor nyelvújítás és nyelv, törek, nyelv iránti törekvéseivel összekapcsolódva kapták a szerzők a megbízást. Azért nagyon lényeges ez a szótár, mert ilyen mennyiségű szót addig egy szótár sem dolgozott fel. Akkor az angoloknak már száz éve volt nagy szótáruk, a németek ugyan nagyjából ugyanebben az időben készítették a Grimm szótárt, mint első ilyen nagy szótárukat, de úgy tetszik, hogy mi is szerettünk volna ilyet. Na most, amiért nagyon lényeges még, hogy olyan nyelvfilozófiai felfogás a jegyében készült, amelyik a 18. század végén, 19. század elején egész Európában, különösen Közép-Európában nagyon divatos volt. Ha Humboldt, Hegel, Herder nevére gondolunk, akkor körülbelül tudjuk, hogy hova kell elhelyezni ezt a korszakot, Náluk is hasonló módon készültek ezek a szótárok. Mi is volt ez a szótár, milyen is volt ez a szótár? Értelmező szótár, azonban az értelmezésen kívül ö, tartalmazott nyelvhasallítást, tehát tulajdonképpen eredetet is keresett. De elsősorban belső magyar erőből. Tehát nem annyira külső, mint belső gyökereit akarta megkeresni a szavaknak, a sokat hangoztató gyökelmélet tulajdonképpen erre adott lehetőséget. Ez is divatos volt nem csak nálunk, egész Közép-Európában, sőt, már századokkal korábban, egészen más területeken is, tehát ez sem új volt, csak éppen akkor divatos. Ez volt nagyon fontos másrészt azért, mert az a nyelvfilozófia irányzat, amelyet említettem, az azt hangsúlyozta, hogy a nyelv és az ember gondolkodása érzelmei között erős kapcsolat van. Tehát összekötötte a nyelvet a használóval, ezt először tette a nyelvtudomány történetében, és talán azért van, hogy ma is annyira népszerű ez a szótár Magyarországon, hiszen valami olyat találnak benne a szakemberek egy része is, a laikusok is, amire szükségük van, mert ettől még közelebb érzik magukhoz az anyanyelvüket. És ugye ennek a szótárnak közben megjelent egy toldalékkötete, pontosabban 2018-ban, amelyet amúgy a kedves nézőink is láthatnak. Mi, mi annak a jelentősége? Miért jelentős az, hogy gyakorlatilag, hát bő száz évvel később, sőt megjelenhetett ez a toldalék, és miből táplálkozott ez a toldalék, tehát mi volt a forrásanyag? Az akadémia kézirattárában található ez a forrásanyag 5000 lapnyi kézirat. Na most hogy is tudjuk elképzelni, mire volt ez jó, miért volt, ki készítette. Annak idején, amikor a szótát készítették, csak nem húsz évig, a két szerző, gergei Gergely és Fogarasi János együtt dolgoztak rajta. Utána, amikor megjelenni kezd, befejezték 61-ben, 861-ben, de tudták, hogy nem kész, nem jó. Ez az első bevezetésben is benne van, tehát az első kötet bevezetésében, hogy nagyon sok javítani való van rajta. Tehát kiadás előtt még tovább szerkesztették. Azonban 64-től 72-ig jelent meg a hat kötet, 122 ezer címszó körülbelül, viszont közben 66-ban Cucor Gergely meghalt. Tehát Fogarási János egyedül maradt, a többi kötet nyomdára való előkészítését egyedül kellett végeznie. Miután az utolsó is megjelent 74-ben, akkor vállalta, hogy ő kiegészítéseket készít a jegyzeteiből, és amire emlékszik, a szótárhoz, ami még mindig kimaradt. Négy évig dolgozott ezen, de nem tudta elvégezni. Tudnél, segítséget remélt. Ugye Cucor már nem volt, más segítséget nem kapott. A H betűig jutott az ABC-ben. Máshol, tehát későbbről is vannak jegyzetek, de csak 10 a az egész anyagnak, ami az további ABC-re vonatkozik. Az a-tól a háig az a körülbelül 90 százaléka. Na most ebben olyan dolgok vannak, amelyet, amit a szerzők szerettek volna a szótárban tudni. Tehát ilyen módon a szótár szerves részének számít. Hát ugye az 1800-as évek több szempontból is a, a nyelv egységesítésnek, a magyar nyelv egységesítésének úgynevezett standardizációjának a, a virágkora volt, és hát a szótárkészítésnek is azt hiszem ezt is kiánthetjük. Tehát ebben a sorban nyilvánvalóan illeszkedik a cucorfogarasi féle szótár is, valamint most már ez a toldalék kötet. És hát magának a szótárkészítésnek, vagy magának a nyelvi egységesítésnek, Azért sok köze van az úgynevezett nyelvi tervezéshez, amely ugye egyben a kutatóközpontunk neve, neve is, tehát az is viseli ezt a fogalmat. Mit tudna elmondani erről a kapcsolatról? Miért Fontos az, hogy legyenek szótáraink. Miért tartották ezt már az 1800-as években is fontosnak? És mit tudna esetleg elmondani erről a konferencia kötetről, amely éppen a Toldalék kötet megjelenése alkalmából lett kiadva, még 2019-ben? Kezdeném a szótárak és a, a, a szótárak jelentőségével, különösen a nemzet a nyelv nemzeti nyelvé válása korában, tehát amikor hivatalosan is így deklarálták. Tehát a reformkori mozgalmakban a nyelv különösen Közép-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában máshol is, de itt különösen nagyon központi, melyre került, talán éppen azon nyelvfilozófiai gondolkodás miatt, amit az előbb említettem. Tehát a kapcsolat a kultúra, a nyelv és az ember között. Na most a szótár írás volt az egyik céljuk, amivel a nyelvet rögzíteni tudják. Valamilyen módon egyrészt megőrizni, másrészt valamilyen módon irányítani a, a szókincs fejlődését. A másik a nyelvtanok, voltak a harmadik a helyesírás. Tudjuk, hogy a e másikból is jelentek meg akkor korábban is, de a reformkor idején az első fontosak. Most ezért volt nagy jelentősége a cucorfogarasi szótárnak, mert ilyenként ez volt az első. Utána a 19. század második felében születtek még szótárak, de inkább nyelvjárási szótárak, tehát már nem általános értelmező szótárok. A szótár és a nyelvtervezés kapcsolatáról annyit feltétlenül érdemes elmondani, hogy az a bizonyos szentesítés, ami a normatív nyelvváltozatnak, tehát a közös és normatív nyelvváltozatnak a státusát, helyzetét biztosítja, tekintélyét is biztosítja, annak annak része a szótárkészítés. Tudnélik már maga az, hogy mit veszünk fel a szótárba. Ha felveszünk a szótárba, nem hogy, hogy értelmezzük úgy, ahogy, ahogy használják, tehát ez természetes, hogy megadjuk-e, vagy hogy adjuk meg a stílus értékét, vagy használati értékét, ami jelentheti azt, hogy milyen helyzetben használják, akkor abban az időben, jelentheti azt, hogy milyen stílus árnyalattal, milyen hangulati töltéssel lehet használni. Tehát ilyen szempontból. Ezek különösen a stílus minősítések, de maga az is, hogy mi kerül be a szótárba. Például idegen szavakból, mit veszünk már föl egy magyar szótárba? Attól kezdve befogadtuk, és már jövevény szó lesz. Tehát ez mindenképpen útmutatót ad a nyelvhasználónak, Hát ha elképzeljük, hogy van, aki használ egy nyelvű szótárakat, nem csak két nyelvűt, és nem csak online, hanem papír is, bár ezeket is lehet online is használni némelyiket, akkor ismeri azokat, a, egy kicsit, még a szótáron keresztül is ismeri azokat a szabályokat, vagy megérzi, hogy ő mikor, melyik helyzetben, meddig mehet el ahhoz, hogy ne lógjon ki a sorból. Tehát ez tulajdonképpen egy... egy Elfogadhatósági csomag a szótár, olyan módon, hogy még csúnya szavak is vannak benne, de oda van írva, hogy durva. Tehát, hogy csak ilyen helyzetben, mert nem tilos használni őket. De bizonyos helyen meg nem illik használni. Tehát a nyelvnek a szókincs az egyik. Legmutatósabb, legmozgékonyabb, legjobban bemutatható része, és ezen keresztül nagyon sok mindent elárul magáról a nyelvről, valóban akár a gondolkodásról, fogalomalkotásról is, és befolyásolhatja jó esetben a nyelvhasználatot. Egyrészt az érthetőséget, másrészt a helyzetnek való megfelelést. Tudna még esetleg pár szót mondani a konferenciakötetről, illetve arról is, hogy magát ezt a szótárat, akár a toldalék kötettel együtt, és akár a konferenciakötetet kinek és miért ajánlaná? Igen, az előbb ugye ezt így félbeszakítottuk, de nagyon, nagyon fontos elmondani azt, hogy a kötet elsősorban tudományos tanulmányokat tartalmaz, Éppen azokat a filozófiai gondolkodási körülményeket írja le, például egy-két tanulmánya, amelyekről itt röviden beszéltem, az is megértheti belőle, különösen ha egyébként képzett, nem nyelvészetileg egyébként képzett, hogy miért is áll olyan közel nagyon sok emberhez a magyar nyelv szótára. Ezen kívül például olyan tanulmányok vannak benne, hogy a cucorfogarasi szótár, Alapján. Hogy nézhetett ki? a szakszókincsek állapota annak idején. Tehát bizonyos szakmák szókincséből miket vett fel, vettek fel, mi került be a szótárba, nagyon érdekes tanulmány, elsősorban természettudományi szakszókincsre vonatkozott, orvosira, növénytani és egyébre, nagyon érdekes tanulmányok vannak benne. Azt kell mondanom, hogy ezt az is érti, aki nem nyelvészetileg képzett. Viszont például az, hogy a milyen, mi a morféma alteráció, azt gondolom, hogy már valóban csak a szakemberek értik meg. Minden esetre szakmailag viszont nagyon magas színvonalúak ezek a tanulmányok. Hogy kinek ajánlanám, aki a magyar nyelv szótárat forgatta, forgatja, fontosnak tartja, az sokkal többet tud meg magáról a szótáról, arról a szótáról is, és a tanulmánykötetben, valamint a benne lévő toldalék magyarázatban, mert ugye arról is szó van benne, nagyon sok mindent megtud arról, hogy hogyan és mire használható. Egyébként az értékelése ma a magyar nyelvszótárának az, hogy a korának megfelelő, a kora tudományosságának különösen, amikor kezdték készíteni a szótát. De olyan sokáig készült és adták ki, hogy akkor már az idő eljárt és egy új gondolkodás, nyelvészeti gondolkodás, az új grammatika lépett be, és ezért támadták nagyon sokáig nagyon sokan. Most, akik újólag felfedezik, különösen a nagy közönségből, de talán még a szakemberek is, azt mondják, mondjuk a szakemberek, hogy nagyon sok olyan adat van benne, amely használható ma is. Nagyon sok minden, ma nem, és ez nem csoda, hiszen egy szótár megállapításai 150 év alatt bőven elévülhetnek. Azoknak forgatni például a toldalékot, akik forgatták az előző szótárt, kifejezetten érdekes, mert olyan természettudományi területek kerültek be, például mint a halászat és a hajózás, írtóizgalmas volt, amikor én is foglalkoztam vele. Tehát más egyéb szakmai dolgok mellett ezek a területek, amelyeket bevont a feldolgozásba, Fogarasi János, mert ugye egyedül készítette, kitágították azt a képet, amelyet az első hat kötet, vagyis a hat kötet alapján az ember kap. Köszönöm szépen tanárnőnek, a, hogy megosztotta velünk gondolatait, és köszönöm szépen a kedves közönségnek is, hogy meghallgattak minket a viszontlátásra.